Uniós pénz. Nem tetszik az Európai Bizottságnak a román terv a járvány következményeinek felszámolására szánt támogatási alap felhasználási módjáról, az idő pedig sürget. Kolozsvár. Felújítaná Mátyás király kolozsvári szülőházát a fejlesztési minisztérium. Tegyék látogathatóvá, kérte a Tulajdonos Képzőművészeti Egyetemtől Csekhe Attila tárcavezető. Oktatás. Felsőfokú asszisztens képzést indít Csíkszeredában a Szapiencia MTE és a Budapesti Semmelweis Egyetem. Köszöntöm Önöket a híradóban! Nem tér még vissza minden a normális kerékvágásba június 1-ével kezdődően, ezt Florin Kücsú kormányfő nyomatékosította a Viktória palotában tartott sajtótájékoztatón, a lazításokat előkészítő tárca közi bizottság ülését követően. Megtartotta első ülését a járványügyi intézkedések lazításának menetrendjét előkészítő tárcaközi bizottság. Az ülést követően Florin Kücsú kormányfő elmondta, korábban június 1-ét említette céldátumként a korlátozások feloldására, de ez a határidő tulajdonképpen csupán az első fontos lépések megtételének időpontja. A kitűzött június 1-i határidő nem azt jelenti, hogy attól a dátumtól minden visszatér a rendes kerékvágásba, hanem hogy megtesszük az első fontos lépéseket ebbe az irányba. Elmondtam, ez annak a függvénye is, hogy a lakosság 35%-a be legyen oltva, tehát rajtunk múlik, mint ahogy eddig is rajtunk múlt, hogy visszatérhessünk korábbi életünkhöz. A kormányfő arról is beszámolt, hogy az ülésen jóvá hagyták a lazításokra vonatkozó szabályzatot, minden szaktárcának javaslatokat kell majd előterjesztenie, amelyeket előbb megvitatnak az alárendeltségükbe tartozó ágazatokban. Gondolkodnak tesztesemények megszervezéséről is, például a bukaresti operában is, a Nemzeti Színházban. A maszktól is csak azután szabadulhatunk meg, miután beoltottuk magunkat, nyomatékosította. Június 1-én ez még túl korai. Akkor gondolkodhatunk erről, ha már legalább 10 millió szemét beoltottak. Korábban nincs értelme erről beszélni, fogalmazott a kormányfő. Nem felelt meg az Európai Bizottság elvárásainak az országos helyreállítási terv, amely révén mintegy 30 milliárd euró értékű támogatásra számíthat Románia a koronavírus járvány okozta anyagi nehézségekből való kilábalás érdekében. Az államelnök és a kormányfő szerint nincs ok aggodalomra. Pinkler Gyula EP képviselő is ezen az állásponton van, szerinte azonban az idő nagyon sürget. Christian Guinea európai projektekért felelős miniszter ismertette Brüsszelben a kormány által kidolgozott helyreállítási tervet. Az Európai Bizottság két tétel esetében kifogást emelt. Az EB szerint az öntözőrendszerek kiépítésére nem különíthető el pénz ebből az alapból, így ezt a tételt teljesen törölni kell a tervből. Az ország számára létfontosságúnak számító infrastrukturális fejlesztések kapcsán is zajlanak még az egyeztetések. A bizottság azt kifogásolja, hogy túl nagy összeget szánna erre Románia. Klaus Johannis államfő téma kapcsán elmondta, szó sem lehet visszautasításról. Ahogy más uniós tagállamok, mi is nyomás alatt dolgoztunk a helyreállítási terven. Ez mindenki számára újdonság, és emiatt várható volt, hogy nehézségekbe ütközünk. Az első számú nehézség, hogy mélyreható reformokat várnak el. A második számú pedig, hogy ezt nagyon rövid idő alatt kell megtenni. Tudjuk, hogy a reformok nem egyik napról a másikra, a fontos projektek pedig nem 3-4 év alatt valósulnak meg. De felkészülünk, és úgy módosítjuk a helyreállítási tervet, hogy fogadják is el azt. A tagállamok egyébként április 30-áig nyújthatják be a helyreállítási tervre vonatkozó projektjeiket. Ez az úgynevezett első fejezet, ezt követően elindulnak a hivatalos egyeztetések, és június végéig készül el a végleges változat. Ezt követően utalják ki a tagállamoknak az előleget, amely a teljes összeg 13%-át jelenti, Románia esetében tehát mintegy 4 milliárd eurót. Hogyha kiesések lesznek, Románia vagy akár melyik más tagállam esetében, akkor ezek a határidők mind csúsznak, amit
azért kellene elkerülni, mert jusson eszünkbe, hogy ez egy rövid, hát viszonylag gazdasági szempontból rövid lejáratú helyreállítási terv. 2026-ban kellene befejezni minden olyan beruházást, amelyet a helyreállítási és reziliencia építési tervből finanszíroz az Európai Unió. Az államelnök egyébként bejelentette, hogy hétfőn tartanak egy tanácskozást a helyreállítási tervről a kormány illetékeseivel, megvizsgálják az Európai Bizottság visszajelzéseit, elvégzik a szükséges módosításokat, majd a miniszter az EB elé terjeszti az új változatot. Kerékpárral ment ma munkába Klaus Johannis államfő. A Környezetvédelmi Minisztérium ma Mondj nemet az autódnak kampánya márciusban indult, és arra ösztönzi a közintézmények dolgozóit, hogy a hét utolsó munkanapján választanak valamilyen alternatív közlekedési eszközt. A Környezetvédelmi Minisztérium még márciusban indított kampányt, amellyel a közintézmények dolgozóit arra ösztönzik, hogy a hét utolsó munkanapján mondjanak le az autós közlekedésről, és választanak alternatív közlekedési eszközöket. A zöld péntek alkalmából Klaus Johannis államfő is kerékpárral érkezett meg a Kotrocséni palotába. Elmondása szerint a kerékpározás kiváló alternatíva és nagyon egészséges. Próbálják meg otthon hagyni személygépkocsijukat, járjanak gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel. Megéri, mert így csökkentjük városaink szennyezettségét, és az egész város nyugodtabb és kellemesebb lesz. Az államfő annak ellenére használta a kerékpárt, hogy Bukarestet sem került el a rossz idő, így alaposan megázott, míg beért a munkahelyére. Ráadásul szegény biztonsági őrök is kénytelenek voltak a kerékpár nyergébe pattanni, és az elnökkel együtt eltűrni a nyakukba szakadó tavaszi áldást. Kétnapos munkalátogatáson vett részt Koros megyében Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető Tordán, Gyalun és Kolozsváron is megfordult, bölcsődék építésére és Mátyás király szülőházának restaurálására tett ígéretet, de a Kolozsvári Zeneakadémia leendő helyszínét is meglátogatta. Bölcsődeépítéseket ígért kolozsvári látogatásán Cseke Attila, fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, aki a Monostor negyedben egy önkormányzati projektként már elkezdett, de be nem fejezett bölcsődét is meglátogatott. A tárcavezető elmondta, a város ikonikus épületének, Mátyás király szülőházának teljes körű restaurálását is tervezik. Erről az ingatlan jelenlegi tulajdonosával, a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem vezetőségével tárgyalt. Az ingatlan utoljára 1940-ben Kós Károly tervei szerint restaurálták. Mi a segítségünket felajánlottuk, és tudunk segíteni ebben a kérdésben. Azt kértük, hogy a restaurálás végén a szülőház látogatható legyen, a szülőházat nyissák meg a turizmus számára, hiszen én úgy gondolom, hogy jelentős turisztikai pont lehet Kolozsvár életében. A Kolozs megyében jelenleg futó befektetések között van a 8,2 millió lejértékű ótordai református templom restaurálása, a 65 millió lejből épülő tordai sportcsarnok és a Kolozsvári Zeneakadémia székhelyének építése is, amelyre 128 millió lejt szántak. A György Dimá Zeneakadémia az egyedüli olyan állami felsőoktatási intézmény az országban, amelynek nincs saját székhelye. Cseke Attila szerint a grandiózus 20 000 négyzetméteres épület 2 év alatt megépül. Feltüntetik az országos oltási platformon, hogy mely oltóközpontok akadálymentesek. Az intézkedés bevezetésére az RMDS közbenjárására került sor. A koronavírus elleni vakcina megjelenésével országszerte gyorsan léptek a hatóságok az oltóközpontok kialakítása érdekében, így nem számított prioritásnak, hogy ezek az épületek akadálymentesek vagy sem. Az elmúlt időszakban azonban egyre több mozgássérült személy jelezte Makkai Péternek, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkárának, hogy szívesen beoltatná magát, de az általa választott oltóközpontban nem tud bemenni, mert az nincs akadálymentesítve. Az RMDSZ államtitkár ezért levélben fordult az oltóközpontokat koordináló hatósághoz.
Európához. Úgy éreztük, hogy abban tudunk segíteni, hogyha feltüntetjük egy-egy városban, vagy a szomszéd faluban, tehát több, most már egyre több oltásközpont van, vagy oltási központ van, azt kell feltüntetni, hogy melyik az, amelyik akadálymentes, és akkor egyszerűen akkor, amikor az ember regisztrál, tehát akkor, amikor a fogyatékkal élő regisztrál, vagy a hozzátartozó regisztrál, akkor figyelembe tudja venni, hogy igen, ebben az oltóközpontban van, tehát akadálymentes, vagy nem. A hatóság helyet adott a kérésnek. Az országos oltási platformon ezen a térképen jól látható, hogy mely oltásközpont akadálymentesített. Azonban ez csak az első lépés, fogalmazott Makkai Péter, hiszen tovább könnyítene a mozgássérült személyek helyzetén, ha további oltásközpontokat is akadálymentesítenének. Az RMDSZ önkormányzati vezetői jó példával fognak előjárni, mondta. A csíkszeredai önkormányzat már meg is tette az első lépést. Az önkormányzat olyan központot akadálymentesített, amely korábban nem volt mozgássérült barát. Szerdai ülésén aktualizálta a kormány a kórházba utalt páciensek étkeztetésére fordítható összeget. Döntés született arról is, hogy ezután ne szabjanak meg erre felső határt. Aktualizálta a kormány a kórházba beutalt páciensek étkeztetésére fordított összeg nagyságát. A határozat értelmében májustól a napi fejadagra szánt keretet az utóbbi két év fogyasztói árindexen növekedésének megfelelően növelik. Emellett döntés született arról is, hogy ezután ne legyen felső határ, a kórházak maguk dönthessenek erről. Vas Levente egészségügyi államtitkár elmondta, eddig legtöbb 10 lejt fordítottak egy beteg napi étkezésére, a határozat elfogadása után viszont minimum napi 16 lejre emelkedik ez az összeg. Nagyon fontos, hogy a minimum 16 lejes ár mellé a törvényi módosítás azt is előírja, hogy a kórháznak döntést kell hoznia minden egyes betegség csoportra, gyerekeknek, cukorbetegeknek, HIV-szidás betegeknek, különböző más típusú megbetegedéseknél, hogy melyik az az összeg, amennyit el fog költeni a következő periódusban az étkeztetésére. A jelen jogszabály érvénybe lépésétől számított 30 napon belül a kórházaknak fel kell tölteniük a honlapjukra a kórházba beutaltak fejadagjának aktuális szintjét, és folyamatosan napirenden kell tartaniuk. Felsőfokú asszisztens képzést indít Csíkszeredában a Szapiencia EMTE és a Budapesti Semmelweis Egyetem. A 4 éves nappali képzésre várhatóan már ősszel, a 2021-2022-es tanévtől lehet jelentkezni. A járvány miatt többen nem lehettek jelen személyesen a Szapiencia EMTE csíkszeredai eseményén, de online köszöntötte az egybegyűlteket dr. Balogh Zoltán, a Budapesti Semmelweis Egyetem klinikai kapcsolatokért felelős dékán helyettese, és Tonk Márton, a Szapiencia EMTE rektora is. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának 4 éves nappali rendszerben működő ápolóképzését szeretnék már az ősszel elindítani Csíkszeredában. 20 tandíjmentes hely lenne, és 10 tandíj hozzájárulásos. Itt hangsúlyozom, hogy csak hozzájárulásról van szó. Ennek a tandíjnak a mértéke biztosan nem a Semmelweis által alkalmazott külföldi hallgatókra szabott összeg lesz, hanem a Szapiencia EMTE jóval kedvezőbb tandíj hozzájárulása. Tehát 20 plusz 10 fővel tervezünk, és hát a Szapiencia csíkszeredai karának az átalakított, felújított új épületében lenne a képzés. Nyilván a gyakorlati képzés meg a sürgősségi kórházban. A gyakorlati képzéseket és az oktatók egy részét a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fogja biztosítani, de ugyanígy később a végzősök számára is kínálnak majd munkalehetőséget. Ugyanúgy a kórházban még mindig szükség van szakorvosokra, még mindig szükség lesz ezentúl is nagyon jól képzett asszisztensekre, és mivel kevés a számuk azoknak, akik felsőfokú asszisztensképzőt végeztek itt a térségben, ezért számukra mindig lesz hely a kórházban. A magyar nyelven zajló oktatásra érettségit végzett fiatalokat várnak. Erre a képzésre a tervek szerint ősszel a pótfelvételi idején fogják meghirdetni a felvételi vizsgát. Megegyezett az OMV Petrom és a kormány, az osztrák vállalat lesz a Fekete-tengeri Neptun dípővezetben a mélytengeri földgázkitermelés irányítója, számolt be a MASZOL. Az egyesség nyomán rövidesen a kitermelés is megkezdődhet.
A Fekete-tengeri Neptun Deep földgázmező kitermelése rendkívül fontos Románia gazdasága számára, hisz a kitermelhető készleteit 42-84 milliárd köbméterre becsülik. Ez 8-szoros a Románia jelenlegi éves fogyasztásának. A kitermelést azonban jogi húzavona és az egyik eredeti vállalkozó nehézségei késleltették. A súlyos pénzügyi gondokkal küzdő amerikai ExxonMobil még 2019-ben bejelentette, hogy kilép a projektből, azonban a koncesziós szerződésben levő 50%-os részesedésére nem akadt vevő. A határidő lejárta előtti utolsó napon a Romgáz ajánlatot tett az Exxonnak. Mivel más jelentkező nem akadt, az ExxonMobil minden bizonnyal elfogadja az állami gázkitermelő vállalat ajánlatát. A koncesszió másik felének tulajdonosa az OMV Petrom ugyanakkor azért fenyegetőzött a kilépéssel, mert a kormány korábban azt szerette volna, hogy a Romgáz ne csak a kitermelési engedély tulajdonosa legyen, hanem a projekt kezelője is. Az eredeti megállapodás értelmében a kezelői szerep az OMV Petromnak jutott volna. Ez azért fontos, mivel bár a partnerek részesedése a projektben azonos 50-50%, a kezelőnek plusz jogai vannak, egymaga dönthet az alvállalkozók személyéről. Ha az ExxonMobil rábólint a Romgáz ajánlatára, akkor következhet a nyílt tengeri kitermelés szabályozó offshore törvénynek a befektetők javára történő módosítása is. A kormány azért vár vele a tranzakció lebonyolítását, nehogy meggondolja magát az amerikai vállalat a kedvezőbb feltételek láttán. Elfogadta a Maros megyei tanács a 2021-es költségvetést. A büdzsé összeállításakor három alapelvet tartott szem előtt a megyei önkormányzat, az egészségügyi intézmények további fejlesztését, korszerűsítését, az Európai Uniós pályázatok hatékony lehívását, illetve az elkezdett beruházások folytatását, befejezését. Maros megye idei összesített költségvetése 924 millió 645 ezer lej, amelynek több mint 45%-a az országos költségvetésből a kórházaknak jóváhagyott pénzügyi keret, így gyakorlatilag 499 millió 820 ezer lejes saját költségvetésből gazdálkodhat. Péter Ferenc megyei tanácselnök elmondta, annak ellenére, hogy idén mindenre kevesebb pénz jut, számos fejlesztést szeretnének megvalósítani. A 21-es költségvetés úgy gondolom, hogy biztos alapokra kell, hogy építenünk, az idei év a tervezés éve kell, hogy legyen Maros megyében, és az elkövetkező 4 év pedig a megvalósítások éve. Rengeteg uniós forrás lehetőség lesz az elkövetkező időszakban, tehát ebben az évben minél több tervet szeretnénk elkészíteni, hogy az elkövetkező 3 évben legyen, amit megvalósítanunk. Prioritás az egészségügyi intézmények fejlesztése. A Maros megyei klinikai kórházra több mint 7,5 millió lejt, az onkológiai klinika felújításának befejezésére több mint 1,5 millió lejt, orvosi eszközök beszerzésére pedig mintegy 2 millió lejt fordítanak. A megyei utak karbantartására és korszerűsítésére 62,5 millió lejt különítettek el. Folytatnák emellett az elkezdett beruházásokat is, például a Természettudományi Múzeum és a Kultúrpalota felújítását, a Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság által elindított a gyerekek alternatív nevelésére vonatkozó program támogatását, vagy a családon belüli erőszak áldozatainak támogatását célzó programot. Összesen 9 Európai Uniós projekt kivitelezése van folyamatban 100 millió lej összértékben. A költségvetés magába foglalja a civil szervezetek számára kiírt pályázatok költségvetési keretét is. 2,1 millió lejt fordítanak vissza nem térítendő támogatásokra, kulturális, egyházi, szociális, sport és ifjúsági tevékenységek finanszírozására. A virágárusok szerint a piacmafia miatt szorulnak ki a csíkszeredai piacról, ugyanakkor a városvezetés a vásártér szabályozásáról, rendbetételéről beszél. Tény, hogy a korábbi pultos rendszer helyét házikók vették át a nemrég felújított csíkszeredai városi piacon, ezekből kínálják portékáikat a termelők. Itt ezen a szakaszon a csíkszeredai piac oldalsó részén lehetett régebb csíkszentsimoni rózsát vásárolni. De itt árulták a kerti idénynek megfelelő virágokból készült sokraikat a csíkszeredai nyugdíjasok is. A városi piac felújítását követően számukra itt már nem maradt hely.
A korábbi háromsoros asztalos csíkszeredai piac helyét házikók vették át a felújítást követően. A nemrég újra nyitott vásártérrel egy időben a piac melletti részen virágot forgalmazó árusok nem foglalhatták el korábbi helyüket. A csíkszentsimoni rózsatermesztő a közterületről kiszorult virágárusokról beszél. Mint mondja, ők a 80-as évektől ott értékesítik virágaikat a piac melletti részen. Elvárták volna, hogy a helyi termelők, így a virágárusok is kedvező feltételeket kapjanak a felújított piacon, hiszen nincs akkora forgalmuk, mint a kereskedőknek. Én ki kellett volna kerüljek egy olyan helyre, ahol illő egy helyi termelőnek helyet adni, és nem az, hogy azt mondják, hogy egy házikót, és én bemenjek a zöldségesekre, hogy tudjuk, hogy a zöldségesekre a standok számja egy negyedelet. Normális, hogy a kereskedő, aki a fokhagymával elkezdi és karácsonyfával befejezi, az év minden napjába ott van. Csíkszereda alpolgármestere szerint a piacot felújították és úgy próbálták elrendezni, hogy az mindenkinek megfeleljen. Ami az illető bevásárlóközpont előtti teret illeti, az közterület, az sohasem tartozott a piacnak maga az eladási felületté. Ezért jelen pillanatban bent a piaccsarnokban van lehetőségük a virágárusoknak virágok árusítására. Külön direkt polcrendszert vásároltunk nekük, illetve lehetőségük van a piacnak a kinti részén asztalbérlés során szintén értékesíteni a virágokat. A házikókat a város önkormányzatától bérelhetik a termelők vagy forgalmazók napi 35 leért, illetve napi 20 leért az asztalpultot. Hónapos szerződést is lehet ezekre kötni, 500 le az asztal, 800 lej a házikó havi bére. Az ár egységes termelőknek és kereskedőknek egyaránt. Április elején kezdődött a tavaszi lomtalanítás Maros-Szentgyörgyön. A községben nagy igény mutatkozik erre, naponta mintegy 8 teherautónyi hulladékot szállítanak el. Naponta 8 vagy akár 10 teherautónyi hulladékot szállítanak el a tavaszi lomtalanítási akció során Maros-Szentgyörgyön. A község önkormányzata 6. alkalommal szervezi meg a lomtalanítási akciót, amelyre évről évre egyre nagyobb igényt tartanak a helyiek. Az akció elsősorban megelőző jellegű, így elkerülhetik azt, hogy az emberek szemetüket kivigyék a mezőre, az erdő szélére vagy a Maros partra, mondta Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere. Vannak olyan dolgok, akár a fametszésből származó ágak, akár az építkezési vagy házfelújítási akcióból szervező maradékok, amelyeket nincs ahova vigyék, rengeteg pénzbe kerülne, hogyha külön a szalubi szerverre szerződést kellene, és így mi azzal segítjük az embereket, hogy elvisszük a szemetet, kivéve a gumiabroncsokat, kivéve az elektronikai dolgokat, amelyre egy külön akciót szervezünk, és kivéve a bútorokat. Miután az elmúlt években több problémával kellett szembesülniük, az idén a hatékonyabb lebonyolítás érdekében arra kérték a lakókat, hogy zsákokba csomagolva a meghirdetett időpontba helyezzék ki a kapu elé a hulladékot. Az összegyűjtött hulladék a hivatalos szeméttárolókba kerül. Helyi termelők árulják portékáikat a Marosvásárhelyi Vársétányon. A vásár ma délelőtt vette kezdetét, és vasárnap estig tart. Mintegy 80 termelő és kézműves, több mint 1000 féle különlegességgel várja az odalátogatókat. Több tucatnyi árustandja sorakozott fel a Marosvásárhelyi Vár melletti téren a helyi termelők vásárán. A szomorú időjárás miatt pénteken még nagyon kevesen látogattak el a helyszínre, a 11. alkalommal megszervezett vásárra, idén azonban az elsőre, mondta Krisztina Manoila, aki szerint a szervezők nagy figyelmet fordítottak a rendezvény biztonságossá tételére és a járványügyi előírások betartására. A vásétány területét minden reggel 7 óra körül fertőtlenítjük az Egészségügyi Minisztérium által akreditált fertőtlenítőszerekkel, és a vásár 3 helyszínén 3 fertőtlenítési pont is található. Ugyanakkor felhívjuk az ide látogató emberek figyelmét, hogy viseljenek maszkot és tartsanak fizikai távolságot. A vásáron 80 helyi és környékbeli termelő és kézműves értékesíti portékáit, különböző italokat és élelmiszereket, mézet, lekvárt, sajtot, kenyeret, pálinkát és füstölthentes árut is találnak az ide látogatók. Minden ugye házi termék, minden házi füsttel készül, kézzel készítik a legtöbb dolgot, ami azt jelenti kivéve a szalámikot. Hát igazából, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek, az a disznófősajtunk,
a kemencés termékeink, ami magába foglalja a kemencés tűrthús, kemencés sonkákat. A finomságokon kívül dekorációs elemek, díszek, ékszerek, virágok és gyerekeknek készült fajátékok is megtalálhatók. Természetes festetlen fából van nekünk több készleten. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó lehetőség a gyerekek számára, hogy tovább gondolják azt a bizonyos játékot, hogy helyet hagyjon a kreativitásnak. Ezért is pont csak ezzel foglalkozunk, és nem más játékkal, és nagyon kevés festett játékot árulunk. Inkább arra próbáljuk ösztönözni a vásárlóinkat, főleg ugye a kicsiket, hogy a meglévő natur játékokat ők maguk színezzék majd az ízlésük is a kedvük szerint. A hétvégén melegebb időjárás ígérkezik, az árusok sok látogatóra számítanak. Zajlanak az elődöntő sorozatok a román jégkorongbajnokságban, sporttal folytatjuk. Két mérkőzést követően a Csíkszeredai Sportklub 1-1-re áll a Galaci Csészémi elleni elődöntőben a romániai jégkorongbajnokság elődöntő sorozatában. A másik ágon a Brassói Korona 2-0-ra vezet a Gyergyói Hoki Klub ellen. Szerdán sima 2-5-ös vereséget szenvedett a Csíkszeredai Sportklub Galacon a jégkorongbajnokság elődöntő sorozatában. Másnap már a csíkszeredai Bece Tihamér Mester 3-as szerzett és a sportklub játékosai 7-4-es győzelemmel távoztak a Duna partjáról. Brassóban a Gyergyói Hoki Klub vendégeskedett és mindkét meccsen alul maradt. Szerdán csak hosszabbításban tudott nyerni a hazai gárda 5-4-re, csütörtökön azonban elmaradtak az izgalmak. Brassó a mérkőzés feléig 5 gólos előnyre tett szert, végül 6-4-el zárult a mérkőzés. A korona játékosai már vasárnap lezárnak idegenben a sorozatot. Mindenképp nyerni megyünk, szeretnénk behúzni a harmadik mérkőzést is. Nem lesz könnyű, ez ami biztos, jó csapatuk van. De nyerni megyünk oda, és a döntőben a másik ágon még nem biztos, hogy ki fog bejutni, viszont ha szeredával kerülünk össze, akkor szeretnénk egy revansot venni az Erste Ligában elszenvedett vereségért. A három győzelemig tartó elődöntő sorozatok vasárnap és hétfőn Csíkszeredában és Gyergyószent Miklóson folytatódnak. Utóbbi helyszínen hétfőn csak akkor lesz meccs, ha vasárnap a Gyergyói Hoki Klub nyerni tud. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.